góllal tudtál bemutatkozni a KTS színeiben. Hogy érzed most magad? Hát a fellegekben, az igazat megvalva, tényleg nem nagyon gondoltam erre az elmúlt pár hónapban, hogy ilyen közönség előtt tudok egy ilyen mérkőzésen góllal debütálni. Nagyszerű érzés. Milyen volt a csapategység, és mennyire sikerült neked beilleszkedni a csapatba? Hogy érzed? A beilleszkedéssel nem volt probléma, abszolút az első héttől kezdve nagyon jól fogadtak a srácok, úgyhogy abszolút jól sikerült a beilleszkedésem, úgy gondolom. Mennyire játszott azt a játékot a Riga, amire felkészültetek, vagy mennyire lepett meg titeket? Egyáltalán nem lepett meg, erre készültünk, tudtuk, hogy jó játékosokból álló csapat, tudtuk, hogy mire készüljünk, úgyhogy egyáltalán nem leptek meg minket. A második gól után nagyon gyorsan jött a válasz. Mennyire vagy esetleg egy kicsit csalódott emiatt? Igen, ez egy kicsit rossz szájízre ad okot. Nagyobb előnnyel is ugye tudtunk volna nyerni, de így még egy picit izgalmasra sikeredett a vége. Mire számítasz a visszavágón? Milyen esélyei vannak a KTL-nek? Abszolút megvan az esélyünk, hiszen nyertünk itthon hazai pályán. Úgy megyünk oda, hogy tovább szeretnénk jutni, és mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.